Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Városi TV áprilisi műsorát látják. Ma esti adásunk a megszokott műsorrendünknek megfelelően alakul. A következő bő egy órában a szokásos magazin műsorunkat sugározzuk, melyben közéleti témáinkat követően ezúttal is összefoglaljuk az elmúlt hetek városi eseményeit. Mindenek előtt látogassanak el velünk Ausztriába. 30 éves a Hausmann-Stetteni partnerkapcsolat. Ebből az alkalomból rendeztek ünnepséget a helyi művelődési házban, ahol a polgármester köszöntője után azok a pécsváradi személyiségek kaptak magasrangú kitüntetést, akik a legtöbbet tették az elmúlt évek során a testvérvárosi kapcsolat érdekében. Ist auf einem Fundament des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung begründet. Und beide Seiten wollen etwas Gemeinsames gestalten und entwickeln. Deshalb und nur weil beide Gemeinden dafür etwas zu geben haben und das Miteinander und Füreinander im Vordergrund stehen, ist unsere Partnerschaft für mich persönlich so einzigartig. Und umso mehr freut es mich, dass sich der Gemeinderat der Marktgemeinde Hausmannstetten in seiner Sitzung am 15.02.2024 dazu entschlossen hat, verdiente Persönlichkeiten aus Bet-Schwarat für ihr Engagement rund um unsere Partnerschaft zu ehren. Und es erfüllt mich mit Freude, dass ich diese Ehrungen heute vornehmen darf. Und ich darf kurz etwas über das Wirken dieser Persönlichkeiten vortragen. Bernadette Gasne-Bös ist die Leiterin der Deutschsprachigen in Bet-Schwarat und sie übernimmt sämtliche Dolmetschaufgaben, ist rund um die Uhr für uns erreichbar und hat unsere Gemeinden zusammengebracht. Dört Györgyi ist die Direktorin der Mittelschule in Bet-Schwarat und sie hat dafür gesorgt, dass unsere Schülerinnen und Schüler in der Vergangenheit einen kulturellen Austausch erlangen konnten
und sie sich auch wir Schülerinnen und Schüler aus Bad Schwarath hier in Hausmannstetten willkommen heißen dürfen. Sándor Kakas, Bürgermeister bei der Unterzeichnung der Partnerschaft zwischen Hausmannstetten und Bad Schwarath, ein Gründungsvater sozusagen unserer Partnerschaft, die darauf beruht, dass wir jetzt jahrzehntelang zusammenarbeiten. Herzlichen Dank, dass ihr diesen Meilenstein für uns gelegt habt. János Szadori, jetziger Bürgermeister aus Bad Schwarath. Ein Fels in der Brandung, nicht nur aufgrund seiner Größe. Ja. auch ein Amtskollege von mir, den ich eigentlich gestern so richtig kennenlernen durfte. Und ich bin wahrlich stolz und dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und auf weiterhin gute Zusammenarbeit und danke, dass du unsere Partnerschaft in den letzten Jahren wieder zu einem Höhenflug verholfen hast. Ich darf die vier Persönlichkeiten bitten, dass ihr zu mir herauskommt, damit wir euch die Ehrungen überreichen können. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf um einen riesengroßen Applaus bitten für die verdienten Persönlichkeiten hier aus Wiesbaden. Und ich darf jetzt das Wort übergeben an unseren Gastredner aus Bad Schwarat, lieber Janosch. Ich bitte um ein paar Grußworte von dir. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket Bécsváradváros város lakói nevében, és elnézést, hogy most magyarul fogok beszélni, ennek két oka van, hogy úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos eseményen tökéletesen kell beszélni németül, ez jelenleg nem áll rendelkezésemre. A másik pedig, hogy Füri Ferenc kollégám, a Városi TV szerkesztője készít erről egy filmet, és hogy minden pécsváradi értse azt, amit most mondok, ezért úgy gondolom, hogy nekem most magyarul kell beszélnem. Damen und Herren, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. Und entschuldigen Sie uns oder mir, dass ich heute nicht Deutsch spreche. Einerseits meine ich, dass zu einem so schönen Anlass ist es nötig, dass man richtig Deutsch spricht. Ich hoffe, das kann ich. Und zweitens ist der Herr Kollege aus Bécsváradot dabei. Ferenc Füri, und er macht eine Aufnahme auch für die Leute zu Hause. Das wird im Fernsehen gezeigt. Und deshalb ist es wichtig, dass sie dann auch verstehen, worüber hier es geht. Nagyon fontosnak tartom ezt a mai napot, és tényleg nagyon örülök, hogy ennyi Hausmeistertani lakossal sikerül ma találkoznom. Ich finde, das ist heute ein ganz wichtiger Tag. Und ich bin ganz glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, heute so viele Leute kennenlernen und wieder treffen, die hier im Hausmann stecken. És hogy a chronológiát betartsuk, én most megkérném Kakas Sándor polgármester kollégámat, hogy ő kezdjen el most beszélni, és ő meséljen erről a kapcsolatról, hiszen valahol a múltban, 30 évvel ezelőtt, az ő személye volt arra az egyik garancia, hogy ez a kapcsolat létrejött. Und damit wir die Zeitlinie nicht stören, möchte ich zuerst meinen Kollegen Sándor Kakas herbitten. Er war nämlich da, als diese Partnerschaft geboren ist, und ohne ihn wären wir heute wahrscheinlich auch nicht hier. Polgármester urak, Hausmeistertani képviselők, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Liebe Bürgermeisterkollegen, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Leute aus Hausmannstetten, meine Damen und Herren! 1991 őszén találkoztam Günther Kök polgármester kollégámmal Bécsváradon. Im Herbst 1991 habe ich das erste Mal meinen Kollegen Herr Kök in Bécsvárad getroffen. Tudják, hogy ő nagy vadász volt, és éppen a pécsváradi erdőkben vadászott, véletlenül sodort össze bennünket az idő. Sie wissen sicher, dass er ein großer Jäger war, und er war damals in Bécsvárad als Jäger unterwegs, und sie haben sich ganz zufällig getroffen. Borozgatás közben arról beszéltünk, hogy Bécsvárad és környékének 50%-a német ajkú lakos. Und ja, neben einem Glas oder mehreren Gläser Wein haben Sie darüber gesprochen,
dass die ungefähr die Hälfte der Einwohner von Pécsváron und in der Umgebung ungarndeutsche Abstammung haben. Iskoláinkban, óvodáinkban tanítjuk a német nyelvet. Im Kindergarten und in der Schule wird die deutsche Sprache als Nationalitätensprache angeboten. Idősebb pécsváradiak szívesen találkoznának német ajkúakkal, akik nem Magyarországon élnek. Und die Einwohner von Pécsváron würden gerne Leute kennenlernen, mit denen sie dann Deutsch sprechen können. Mutassuk meg egyesületeinknek, iskoláinknak, mutassuk meg egymást, egymás kultúráját, és így a beszélgetés során jött az, hogy létesítsünk partnerkapcsolatot. Ja, wir wollten unsere Vereine miteinander in Beziehung zu bringen, damit sie sich kennenlernen können, einfach zeigen, wie die Schule hier oder da funktioniert, also was man alles voneinander lernen kann. Und so bis zum Ende des Gesprächs sind wir dazu gekommen, dass wir eine Partnerschaft gründen sollten. Következő évben az önök járásából polgármester kollégák, vendégek érkeztek Pécsre, Baranya megyébe. Nächstes Jahr, also 1992, sind dann Kollegen aus der Umgebung ins Komitat Ranau, Baranya, das ist unser Bezirk, gekommen. Azzal a céllal, hogy többen is partnerkapcsolatot létesíthetnek, de Hausmestetten Pécsvárad volt az első ebben a tekintetben. Und sie haben die Absicht gehabt, Freunde und Partner in der Umgebung zu finden, also damit sie mit ungarischen Gemeinden Partnerschaft gründen sollten. Und die erste Partnerschaft war auf jeden Fall Pécsvárad und Hausmestetten. Amit akkor leírtunk, kézgyegyünkkel elláttunk, 30 évvel ezelőtt történt, megvalósítottuk-e az akkori elképzelésünket 30 év alatt? Ja, wir haben einen Vertrag mit unserem Land unterzeichnet, und es ist jetzt eine Frage, ob wir unsere Ziele, die wir vor 30 Jahren vorgenommen haben, ob wir sie erreicht haben. Én úgy gondolom, hogy igennel kell válaszolni. Ich meine, wir können ein ganz definitives Ja sagen. Nagyon sok segítséget, információt kaptunk önöktől ez alatt az idő alatt. Wir haben ganz viele Unterstützung von Ihnen bekommen und auch ganz viele Informationen, ganz viele Neuigkeiten von Ihnen bekommen. Talán emlékeznek, Günther Kött kollégám volt az, aki először segített a horvát háborúban, a horvát menekülteknek, akik Pécsváradra szöktek át. Vielleicht wissen Sie auch, das haben wir heute schon im Friedhof erwähnt, dass der Herr Kollege Günther Kött war der Erste, der damals, als der Krieg in Jugoslawien losging und viele Flüchtlinge bei uns waren, er war der Erste, der eine Spende nach Ungarn geschickt hat und ja, so auch uns geholfen hat. Tűzoltó Egyesületünk, iskoláink, zeneiskola, általános iskola, óvoda nagyon-nagyon sok partneri segítséget kapott önöktől. Feuerwehr, Schule, Kindergarten, Altersheim hat ganz viele Unterstützung von Ihnen bekommen in den letzten 30 Jahren. És ami talán ennél is fontosabb, hogy olyan személyes kapcsolatok jöttek létre, amik nyugodtan mondható, hogy a mai napra barátsággá alakultak. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass es so viele persönliche Kontakte zustande gekommen sind, die heute schon echte Freundschaften sind, und das ist vielleicht am wichtigsten. Számomra is öröm, amikor egy itteni rendszámú autó váratlanul megjelenik Pécsváradon. Ja, es ist für mich auch eine Freude, wenn ich einmal ein Auto in Pécsvárad sehe mit dem Kennzeichen GU. És akkor tudjuk, hogy valami esemény van
akár családra vonatkozóan, családokra vonatkozóan is. Dann wissen wir sofort, dass wir irgendetwas haben, eine Veranstaltung oder eben ein familiäres Anlass, aber auf jeden Fall sind Freunde unter uns. Mi, amikor 31-néhány éve Kök úrral találkozott, ezeket úgy elbeszélgettük, nagyon jó pécsváradi bor mellett, hangsúlyozom. Als wir vor 30 Jahren mit Günther neben guten Pécsváradi Wein darüber gesprochen haben. Talán tudat alatt éppen arra készültünk, hogy 30 év után egyszer számot is adjunk erről. Haben uns vielleicht auch vorbereitet, dass wir nach 30 Jahren irgendwie bestätigen können, was wir alles erreicht haben. Én nagyon szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ezt a találkozót létrehozták, polgármester úrnak személyesen. Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden ganz herzlich bedanken, dass wir heute diesen Anlass gemeinsam feiern können. Beim Herr Bürgermeister möchten wir auch persönlich bedanken. És amikor arra gondolunk, hogy mi öregszünk, ezt el kell mondani. Und wenn wir daran denken, dass wir immer älter werden. És ennek a kapcsolatnak elindítóiként azt szeretném és kérném a jelenlévőktől. Als Gründungsvater dieser Partnerschaft möchte ich die hier Anwesenden dazu bitten, hogy a gyerekeiknek és unokáinknak is adjuk át, dass sie diese Partnerschaft an ihren Kindern und Enkelkindern weitergeben. És akkor reméljük, hogy hosszú távon is jól fog tudni működni ez a kapcsolat. Dann können wir darauf hoffen, dass es noch ganz, ganz lange weitergeht. Polgármester úrnak és a testületnek én személyesen is nagyon szeretnék megköszönni a kitüntetést, egy kicsit elnézést megyünk be. Ja, also ich möchte mich ganz herzlich auch für die ganz tolle Auszeichnung bei Ihnen allen bedanken. Mondtam polgármester úrnak, hogyha lenne szíves és vinni 20 év múlva is még a Hausmeisterteni önkormányzatot, akkor hívjon meg bennünket. Und ich habe meinem Kollegen gesagt, dass ich einen Wunsch habe, nämlich dass wir in 20, also nach 20 Jahren wieder uns hier treffen können, zu diesem Anlass, also zum 50-jährigen Jubiläum. A köszönet mellett szeretném elmondani azt, hogy nagyon-nagyon jól esik, hogy most itt lehetünk, és számomra sajnos polgármester úrral, csak kedves kollégámmal és az elérzékenyül is tulajdonképpen ennek szól, hogy a temetőre tudtam találkozni. Ja, und was mich besonders gedrückt hat, dass ich meinen lieben Kollegen nur im Friedhof besuchen konnte. Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy meghívtak. Valamennyiüknek kívánok jó egészséget, jó munkát. Nochmal herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf, und ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit, gute Arbeit. És a jövőbeni mielőbbi találkozás reményében köszönöm szépen még egyszer, hogy megtiszteltem. Und ein baldiges Wiedersehen, vielleicht in Pécsváradon. Én úgy gondolom, hogy akkor most mindannyian tisztában vagyunk, akik eddig nem voltak tisztában azzal, hogy hogy is kezdődött ez a partnerkapcsolat? Jetzt wissen wir schon alle, wenn jemand das vielleicht vorher nicht gewusst hätte, wie diese Partnerschaft angefangen ist, und Wein spielt dabei eine wichtige Rolle. Das haben wir auch erfahren. És most beszéljük, ha megengedik, egy pár szót a következő évekről. Und jetzt sollten wir über die vor uns stehenden Jahre sprechen. 2014-ben, amikor én polgármester lettem, és elém kerültek a partnerkapcsolati dolgaink, és bele kellett nézni, megdöbbenve tapasztaltam, hogy az önkormányzat részéről azért nagy mozgolódás ebben az ügyben nincs.
Ja, als ich 2014 Bürgermeister wurde, dann habe ich natürlich die Dokumente von den verschiedenen Partnerschaften von der Stadt Petschwara auch mitbekommen. Und dann war ich ein bisschen geschockt, dass wir eigentlich nicht so viel machen, was wir eigentlich machen könnten. Tehát amit polgármestertársam Kakas Sándor elindított, aztán Zsáli János kollégám folytatott, az egy kicsit megállt, tehát, és ez talán finom megfogalmazás. Ja, was mein Kollege Sándor Kakas angefangen hat und auch János Zsáli, der Altbürgermeister von Pécsát weiter in Gang gesetzt hat und weiter im Leben gehalten haben, da war ein bisschen so gestört werden sozusagen. Sajnos ez egyébként általános volt minden német ajkú testvérvárosi kapcsolatunkra. Leider war es mit anderen Partnerschaften genauso. Hogy ez miért történt, úgy gondolom, ma már nem érdemes róla beszélni. Warum ist es so vorgegangen? Darüber müssen wir jetzt nicht mehr sprechen. Hogy ebben az időszakban miért nem szűnt meg ez a partner kapcsolat jelen esetben Hausmannstettennel, az csak is és kizárólag az itt egyébként jelenlévő kollégáimnak köszönhető. Und dass diese stille Zeit doch überlebt wurde und dass es weiter lebendig geblieben ist, das können wir nur an Kollegen danken, die hier und auch zu Hause ganz engagiert mitgemacht haben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a német nemzetiségi önkormányzat és a német klub ennyi energiát ölt bele abba, hogy önkormányzati hathatós támogatás és közreműködés nélkül ez a kapcsolat 5-6 évig fennmaradt még így is. Ja, die deutsche Minderheitenselbstverwaltung und der deutsche Klub hat ganz viel dafür getan, dass ohne den Hintergrund von der Selbstverwaltung, was eigentlich für eine Partnerschaft zuständig wäre, diese Partnerschaft doch da ist und weiterlebt. Ha megengedik most, én arra kérném a kollégáimat, név szerint szólítanám őket, hogy álljanak fel, hogy önök is lássák, hogy kik azok az emberek, akik nem csak akkor, hanem előtte és a mai napig is segítik az önkormányzatnak jelen esetben az én munkámat abban, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Ja, und ich möchte jetzt Ihnen die Personen vorstellen, die damals und auch heute János helfen, diese Partnerschaft im Leben zu halten. Baumann Mihály úr, a Német Nemzeti Önkormányzat volt elnöke. Mihály Baumann. Kedves felesége Anikó, aki a Német Klubban is aktív résztvevő. Zeit der Vorsitzende der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung ist immer noch ganz aktiv und Aniko macht ganz ganz viel. Ja, Sie wissen, hinter jedem Mann steht eine Frau, oder? Und Aniko macht ganz viel im deutschen Club. Abaceller József úr, a zeneiskola volt igazgatója. József Abaceller. Kedves felesége Marika. Josef war der Direktor der Musikschule und wir haben ganz tolle Programme, also auch zwischen den Musikschulen und den Musikern früher gehabt und hoffentlich auch weiterhin. Tóth Györgyi, mondhatom, hogy volt kolléganőm, hiszen sokáig azért együtt toltuk az önkormányzat szekerét, iskola igazgató. Tóth Györgyi ist die Direktorin der Grundschule in Petschwara und sie war lange, lange Zeit auch Staatsrätin. Und sie ist in der deutschen Nationalitätenselbstverwaltung ja. Auch tätig. És nem utolsó sorban Gászné Lőz Bernadett, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, volt a polgármesterem, és nem is tudom még mit mondjak róla, a mindenesünk. Und ich. Megpróbálom most már rövidre fogni. Jetzt werden wir schon kurz fassen. Ugye,
amit láttunk itt mögöttünk, ezeket a szépen aláírt okleveleket, ezek önmagukban, ki kell mondanunk, semmit sem érnek. Ja, die Partnerschaftsverträge sind nur Papiere und sind wertlos, wenn wir das nicht mit Leben und mit Programm erfüllen. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon komoly tartalommal kell megtölteni. Wir brauchen unbedingt ganz wichtige Inhalte, die hinter diesem Vertrag stehen. Az itt ülők, polgármester úr, kollégáim, képviselő urak, hölgyek, feladata lesz az, hogy a következő években, évtizedekben ezt folyamatosan tartalommal töltsük meg. Das ist jetzt unsere Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe, dass wir diese Inhalte heute und auch in der Zukunft finden können. Fontos még egy feladat, ami több németajkú polgármester kollégámmal is beszéltem róla, ez pedig a fiatalítás, az új generációk bevonása. Und was sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch die Jugend mit einbeziehen. Wenn wir Zukunft wollen, dann brauchen wir auch die Jugend dabei. Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal nehezebb feladat, mint bármi más, és ez, még egyszer mondom, ez nem csak Hausmannstetterre, ez a többi testvérvárosunkra, a többi kapcsolatunkra is érvényes. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe. Irgendwie die Beziehung zur Jugend zu finden, sie an der Sache interessiert zu machen, das steht jetzt vor uns. És ugye az nagyon fontos dolog, amit nyilván el kell önöknek mondanom, mert nem lennék őszinte, hogyha ezt nem mondanám el. Und ich muss noch etwas Ihnen mitteilen. Hogy ugye én október 1-ig vagyok csak polgármester. Ich bin nur bis 1. Oktober im Dienste. Vissza szeretnék menni az üzleti világba. Ich möchte mein Geschäftsleben weitermachen. És nyilván nem szeretnék asszisztálni ehhez a mostani szituációhoz, ami jelenleg nálunk van. Ja, und ich möchte mit der Politik, die wir heute leider in Ungarn haben, damit möchte ich jetzt nicht mehr weiter mitmachen. De természetesen mint civil ember, úgy, ahogy a kollégáim, az elődeim, ugyanúgy támogatni fogom és segíteni fogom ezt a programot. Einwohner von Pécsvára möchte ich immer ganz dicht hinter der Partnerschaft stehen. És ha itt megengedik, szeretnék bemutatni egy hölgyet önöknek, Andri Csalisz kolléganőmet, képviselő asszony, bizottsági elnök asszonyt, aki kandidál a nyári polgármester választásra, benne mindenképpen látom azt a lehetőséget, hogy ez a folyamat változatlanul folytatódjon. Ja, und ich möchte Ihnen meine Kollegin aus dem Stadtrat, also der Stadträtin Alice Andrich vorstellen. Sie lässt sich kandidieren, also sie hat den Mut, sich als Bürgermeisterin zu beweisen. Und Janosch hat gesagt, er meint, in ihr können wir einen sicheren Punkt für die Weiterentwicklung unserer Partnerschaft sehen. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy amit Kakas Sándor kollégám elkezdett, Zsáli János úr folytatott, aztán én újból folytattam, ő az, aki talán ugyanezt a szemléletet képviseli, mint mi. Also ich meine, das, was Sándor Kakas angefangen hat, János Zsáli, das wollten wir schon am Anfang sagen, oder hätten schon am Anfang sagen müssen, er ist leider gesundheitlich nicht so gut und konnte heute nicht mitfahren, aber er lässt sie alle ganz, ganz herzlich grüßen und wünscht viel, viel Glück für alle Hausmannstädtener. Ja. És akkor vissza a vidámabb részhez. Ez már hangérőten lustig. Ugye ma ünnepünk, ugye egy születésnapon illik ajándékozni. Heute feiern wir, es ist eigentlich ein Geburtstag unserer Partnerschaft, und zu Geburtstagen nimmt man auch Geschenke mit. Én szeretném minden, kihangsúlyozom, minden Hausmannstetteni polgárnak megköszönni a hozzánk való
jóságát, barátságát. Und wir möchten uns bei allen, also wirklich bei allen Einwohnern von Hausmannstetten bedanken, dass sie uns immer so nett aufnehmen. Én ugyan 10 évig voltam polgármester, de ma már úgy érkezem ide, mint hogyha ha valahol rokonaim laknának itt. Ja, ich war nur 10 Jahre Bürgermeister, aber wenn ich hierher komme, dann komme ich immer zu Freunden oder sogar zu Verwandten. Hogy végignézek az arcokon, rengeteg embert ismerek, rengeteg emberrel találkoztam, koncintottunk a Pécsváradi Lányvásárba, vagy az itteni feszteken találkoztunk. Ich habe ganz viele Gesichter vor mir, bekannte Gesichter, mit einem oder anderen haben wir schon ein paar Wein getrunken oder auch im Mädchenmarkt uns wohlgefühlt. Úgy, és ez a lényeg ennek az egésznek, tehát hogyha ez így működik, ide jön az ember, és nem egy hivatalos formában, lásd a tegnapi napunk, kell csak szerepelni, hanem tudunk kötetlenül beszélgetni, énekelni. Na, erről szól a partnerkapcsolat. Und das ist am wichtigsten, dass man sich nicht immer so fest benehmen soll, sondern ganz locker ins Gespräch kommen kann, miteinander singen kann. Also das ist dann eine echte Partnerschaft. Mégis, ha megengedik egy pár embernek, szeretném külön is megköszönni a munkáját. Und wir möchten uns bei einigen auch persönlich bedanken. És ehhez szeretnék egy kis segítséget kérni. Kérném Kakas Sándor kollégámat, Andi Csalisz kolléganőmet, és mivel Bauman kollégám fényképezni fog most, Apaceller József urat kérni szépen még ide. Jetzt kommen einige, die uns dabei helfen, diese Geschenke zu verteilen. Michael Baumann macht Fotos, also wenn jemand rauskommt, bitte auch einziehen, das sieht viel besser. Így sikerült megoldania, hogy ne kelljen dolgoznia. Ja, oké. Okay. Két polgármesterrel sikerült együtt dolgoznom. Az egyik polgármesterrel több éven keresztül, a másik polgármesterrel most kezdtük, de úgy gondolom, hogy azért még október 1-jéig tudunk mi együtt dolgozni, és elő kell készítenünk sok dolgot. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, mit zwei Bürgermeistern aus Hausmannstetten gemeinsam zu arbeiten. Mit Werner habe ich mehr Zeit gehabt, aber mit Patrick haben wir auch noch Zeit bis Oktober und wir können vieles vorbereiten. Először kérném, hogyha nem nagy kérés, hogy Patrick és Sandra lépjetek ide mellénk egy pillanatra. Patrick und Sandra, bitte kommt zu uns. Szintén ide kérném Wernert és kedves feleségét. Szeretném egyébként Wernernek külön megköszönni, hogy új polgármesterként elfogadott, és bizalmába vett, és együtt tudtunk dolgozni. Ja, ich möchte mich bei Werner besonders dafür bedanken, dass er mich mit Vertrauen behandelt hat. Und als ich angefangen habe, dann war er sofort ein Freund von mir. Most pedig
olyan embereket fogok ide szólítani, akikkel mindennapi feladataink voltak, és tényleg azt mondom, hogy bármit kértünk, mindenben segítettek, olyan barátsággal, olyan közvetlenséggel álltak hozzánk, ami egyszerűen hihetetlen. Jetzt möchten wir bei Personen uns bedanken, die wirklich fast jeden Tag mit uns mitgearbeitet haben. Wenn wir Bitten, Fragen oder Sorgen hatten, dann waren sie immer dabei und haben geholfen. Und sie sind daneben auch echte Freunde von uns. Erste Mal, ja, először is ide kérném Johann Lennelt és kedves feleségét, Mónikát. Hans volt az, aki ennek az egésznek közvetlen motorja volt egyébként az elmúlt években ennek a kapcsolatnak. Wir sagen immer, der Motor von der Partnerschaft ist unser Hans. Tapsot szerintem megérdemel. Ide kérhetném kedves barátomat, Franz Molidor urat. Franz Molidor, bitte. Nélküle biztos nem működött volna ez a kapcsolat sok esetben. Ohne ihn wären viele Dinge nicht passieren. Also, das haben wir heute auch festgestellt. Danke. Danke. Szeretném, ha ide jönne Messicek úr, aki nélkül nincs partner kapcsolat szerintem. Doch, Hans Messicek, den meinen wir, ja. Egyébként Messicek úr személyen volt garancia arra, hogy minden találkozás valahol vidám legyen. Ja, also die Persönlichkeit von Hans war eine Garantie dafür, dass jedes Treffen irgendwie ganz lustig endet. És legvégül szeretném ide kérni Apaceller József barátom javaslatára, és természetesen ezzel az egész pécsváradi küldöttség egyetért, Werner Szabuc urat és kedves feleségét, bár úgy tudom, felesége most beteg. Ja, und wir möchten dich lieber Werner auch zu uns bitten. Szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen az első kapcsolatfelvétel a kórusok között volt, és Marianne volt az, aki annak idején a kórusnak volt a vezetője, és hát a Wernerrel ilyen szempontból mi szinte először találkoztunk, hogy jobbulást kívánunk, gyógyulást Mariannénak, és neked meg minden jó. Ja, das, die erste Kontaktaufnahme war eigentlich zwischen den Chören von Pécsvárad und von Hausmannstetten. Und damals war Marianne die Leiterin
des Chors und eigentlich haben die beiden Chöre die Partnerschaft angefangen. Und wir wünschen gute Besserung deiner Frau und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal in Petschwalde wieder. És mivel mindig, minden ilyen ajándékkiosztásnál előfordul, hogy valaki kimarad, mert elfeledkezünk róla. Da es oft passiert, dass wir jemanden vergessen, wenn wir die Geschenke verteilen. Ezért hoztunk egy-két plusz ajándékcsomagot, amit szeretnénk polgármester úrnak átadni, hogy valamilyen közelgő rendezvényen fogyasszák akár a pécsváradiak, akár a Hausmannstettenyek egészségére. Deshalb haben wir einiges noch mitgebracht und das geben wir jetzt dem Herrn Bürgermeister und mit dem Auftrag, wenn Sie einen Anlass finden, wo Sie dann gemeinsam das verzehren können und vielleicht dabei auch an uns denken, dann viel Spaß dazu. Szerintem most jött el az a pillanat, hogy én nekem el kell köszönnöm. Jó, azt mondom. Ja, und jetzt ist der Moment gekommen, als ich endlich von hier weggehe. Természetesen van mögöttem még egy ajándék, amit személy szerint nem tudunk senkinek odaadni, de egyben mindenkinek szeretnénk. Aber wir haben noch ein Geschenk. Das ist nicht so ein Einzelgeschenk, das ist eigentlich ein Geschenk für alle. Szeretnénk, hogyha ez a pad valamilyen formában a Pécsvárad térre kerülne. Wenn es möglich, also wir haben uns vorgestellt, dass wir eine Bank mitnehmen, was vielleicht auf dem Pécsvároder Platz einen guten Platz finden könnte, aber es ist eure Entscheidung, wo die Bank steht. Und wir haben dabei gemeint, wenn jemand darauf sitzt, dann kann er an uns denken und kann auch unsere Partnerschaft, also für unsere Partnerschaft ganz tolle weitere Aufgaben, gemeinsame Programme und etc. herausfinden. Also denkt daran, wenn wir da sind. Legvégül szeretném még egyszer megköszönni mind a magam nevében, mind a kollégáim nevében, hogy itt lehetünk. Óriási megtiszteltetés, és csak azt tudom mondani, amit kollégám Kakas Sándor úr mondott, hogy legyen ez még így hosszú évtizedeken keresztül. Nagyon szépen köszönöm. Elindul, vagy mondhatni újra éled a Népfőiskola Pécsváradon. Március 21-én a várban Kárpáti Árpád 6-6-os közreműködésével szerveződött az a műhelynap, melynek keretében megalakult a Szent István Népfőiskola. A Népfőiskola jogszabály szerint közművelődési intézmény típus, és a mai alkalommal ugye több előadást is hallhattunk, hogy a Népfőiskolának mi a jelentősége. Most én abban a helyzetben vagyok, hogy most már jó néhány éve foglalkozom ugye a közművelődési szakterülettel, intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózattal, és gyakorlatilag innen eredt az a motiváció is, hogy Pécsváradon is fussunk neki ennek a lehetőségnek. Ugye Pécsváradon volt több kezdeményezés annak idején, ugye 2000-től talán 2000-től. Bocsánat, erre akartam is kérdezni, ugye 2018-ban volt itt Lezsák Sándor elnök úr, a parlament alelnöke, és ugye akkor már úgy tűnt, hogy elindul itt valami. Igen, gyakorlatilag ő volt az, aki szintén motivált ebben, de még jóval korábban Sári Mihály, amikor itt élt, akkor is volt ez az Anima Varadienza értelmiségi klub, illetve volt a Tudásvárad, tehát voltak kezdeményezések, csak azok néhány évig működtek, és 2017-18, amikor elindultunk az emlékházzal, emlékszobával a Dózsa-György utca elején, ugye akkor ültette el a bogarat a fülünkbe, hogy itt meg kell csinálni a Népfőiskolát, és azóta ugye sok minden történt, eltelt jó néhány év, ugye az alapítvánnyal működtetett emlékházunkba is ugye rengeteg tapasztalatot szereztünk, azóta ugye elindult országos, sőt Kárpát-medencei szinten is a Népfőiskolai hálózat, és akkor most jutottunk el arra a pontra, hogy induljunk el, és ehhez hívtunk most partnereket. Ugye itt az előadásodban is beszéltél arról a három sarokpontról, amire egyáltalán népfőiskolák épülnek. Mi ez a három sarokpont?
Igen, így van. Tehát ugye a népfőiskola definíció, és ugye többféle definíció létezik. Tehát ugye itt általában ilyen felnőtt képző szervezet intézményként szokták definiálni. Ugye a népfőiskolák virágkor az a két világháború között volt. Ugye Trianon után ugye sok minden ugye kellett feldolgozni a lakosságnak, újraindult sok minden, és gyakorlatilag akkor volt egy ilyen felfutása, ennek több mozgalom volt, van, ami így a többféle felekezettől, katolikus református egyháztól is indult, és ugye ezt gyakorlatilag újrafogalmaztuk a 90-es években, hogy mit is tud tenni egy népfőiskola. És mi hármas alapértékek mentén fogalmaztuk meg a népfőiskolák működését, az a keresztény értékek, a nemzeti értékek és a helyi értékek. És ennek a hármas alapértékrendszernek az identitás erősítő tevékenysége az, ami gyakorlatilag egy népfőiskola feladata lehet. Itt az imént elhangzott az, hogy Pécsváradott a bencés múltja valahol egy kicsit talán kötelező is arra, hogy ennek a népfőiskolai kezdeményezésnek egyfajta, ha úgy tetszik, etalonja legyen. Pontosan így van, tehát hogy mi egy olyan páratlan adottsággal rendelkezünk, ami világviszonylatban is egyedülálló, tehát ezt a 1100 éves bencés örökséget, ezt tovább kell vinnünk, tehát az egy felelősség is, és gyakorlatilag erre tudjuk építeni a népfőiskola tevékenységet. Tehát a bencések annak idején ugye gazdálkodtak is, tanítottak is, tehát minden olyan tudást átadtak, amikben ők is hittek, tehát hogy ez minket kötelez arra, és ugye a mai nap apróbb, és nem véletlenül választottuk ezt a napot, ugyanis ma van Szent Benedek napja, tehát ugye a bencések előtt is ezzel tisztelgünk, hogy akkor mai napon hívtuk össze azokat, akikkel azt gondoljuk, hogy el tudunk kiindulni ezeknek az értékek mentén egy népfőiskolai kezdeményezéssel. Te döntéshozóként, ha most szabad így kicsit pályolatúan fogalmaznom, közel vagy a tűzhöz. Ebből a pozícióból hogy tudod támogatni egy pécsváradi népfőiskola elindulását? Hát ami talán a pénznél is fontosabb, az a kapcsolati tőke és az a kapcsolatrendszer. Azt gondolom, hogy a mai napon is három olyan előadó volt itt Pécsváradon, akik nemzetközi szinten is gyakorlatilag megállják a helyüket. Tehát ez a kapcsolatrendszer nyilván, de hát nyilván a lehetőségek kihasználásában is azért lehet, hogy látok olyan dolgokat, amiket érdemes kihasználni. Úgy tűnik számomra, hogy a pécsváradi népfőiskolának sikerült egy jó ütős nevet választani. Igen, sokat gondolkodtunk rajta, de talán legkézenfekvőbb volt az, hogy Szent István nevét válasszuk, és Szent István népfőiskola nevén fog elindulni a népfőiskola. Nyilván tisztelegve ő előtte, tehát azt hiszem, hogy az ő nevét senki sem tudja megkérdezni, amit az 1000 éves államiságunkat, tehát ő annak idején alapokra fektette, és így gondolok a keresztény értékekre, amelyek 1000 évig maradandóvá tették ezt az országot, akkor a következő 1000 évre is valószínűleg így lesznek. Itt a ma megjelent polgármesterek, helyi civil szervezetek, környékbeliek egyfajta magja lehet ennek a kezdeményezésnek? Igen, így van, az elhangzott többször is, hogy ez csak együttműködésben valósítható meg. Tehát ezt mi hiába szeretném én vagy bárki, tehát ez nem egy ilyen egyszemélyes történet. Itt a legszélesebb körű együttműködés az, ami eredményre vezethet. A Zengővidéken ugye a települések, a települési közösségek, civil szervezetek, erre kell építeni, csak így lehet eredményes. Végezetül azt kérdezem, hogy hogyan tovább? Rengeteg ötletünk van, ugye a következő lépés az lesz, hogy külön-külön is megkeressük azokat a partnereket, akikkel ugye szeretnénk elindulni, de már kész programtervünk van, kész logótervek, tehát megvannak azok a konkrétumok, amikkel el fogunk tudni indulni. Zengővárkonyba kapott meghívást stábunk március 23-án, ahol a közelmúltban elkészült közösségi ház névadó ünnepségére került sor. Az ünnepélyes táblaavatót követően a helyiek amatőr színházi előadással kedveskedtek az érdeklődőknek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma eljött közösségi házunk névadó ünnepségére. Én leszek az, aki a mai estén egy picit végig vezeti a kedves társaságot. Elsőként hadd köszöntsem díszvendégeinket ezen az ünnepi estén, Ácsné dr. Császár Piroskát és Ács Pétert. Köszönjük szépen, hogy megtisztelnek minket ilyen jutukkal. Továbbá szeretettel köszöntjük körünkben dr. Hargita János országgyűlési képviselőt, Dunai Pétert, a Baranya megyei önkormányzat alelnökét, Kuruci Ildikót, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei igazgatóját,
Zengővárkony képviselőtestületének a képviseletében megjelenteket. Várajai barátainkat az önkormányzattól. Bodorkás Istvánt, a Pátváros polgármesterét. Zengővárkonyi egyesületeinknek, civil szervezeteinknek képviseletében érkezett vendégeinket. És persze nem utolsó sorban minden zengővárkonyit és a környékből érkezett kedves vendéget. Most pedig elsőként szeretném megkérni Fülöp Csabát polgármester urat, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt egybegyűlt közönség, tisztelt meghívott vendégeink, kedves zengővárkonyiak! Nagy örömmel köszöntöm Önöket a Császár János Közösségi Ház udvarán. Legnagyobb öröm, hogy ma itt köszönhetem Önöket, hiszen nagy munka áll mögöttünk. Nem volt egyszerű, de a sok segítség mind anyagilag, mind munkában, mind lelkesítésben kulcsa volt a sikernek. 2021-ben vásároltuk meg ezt az épületet, és akkor ez a melléképület még nagyon nem így nézett ki. Azóta eltelt jó pár év, és sok-sok munkával eltöltött nap. Gyakran hétvége is. De megérte. Remélem és ígérem, teszünk róla, hogy ez a ház valóban közösségi ház legyen a jövőben. Megtöltjük élettel, közösségeinkkel, melyekből Zengővárkonyban szerencsére nincs hiány. Köszönhetjük ezt gazdag hagyományainknak, összetartó közösségünknek és annak, akiről ezt a házat elneveztük, Császár Jánosnak. Most pedig szeretném megkérni Ásné dr. Császár Piroskát, hogy ő is mondjon pár szót az ünneplő közösségünknek. Szeretettel és tisztelettel. Köszönöm szépen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeket és benneteket. Szilvia nemrégen felkeresett engem azzal, hogy úgy döntött az önkormányzat, hogy édesapámról fogják elnevezni a közösségi házat. Hát természetesen pillanatok alatt könyszökött a szemembe. De annak örültem igazán, hogy ez a mai zengővárkonyi ifjúság és generáció számára épp olyan fontos a pénzen kívül és a marketingen kívül az a dolog, pedig ők ezen nevelkedtek, hogy a közösségi életet, a kulturális életet és az örökséget tovább folytassák. Annak idején András Falbi Bertalan miniszter úr, professzor úr azt mondta, hogy Zengővárkony Budapestnek olyan, mint Budapestnek Szentendre, Zengővárkony Pécsnek a Szentendréje. Valóban azt mondhatom, hogy 50 évig édesapám itt nagyon sok kulturális rendezvényt, nagyon sok összejövetelt, nagyon sok mindent végzett. Én azt hiszem, hogy a képek majd megmutatják, hogy mi minden tevékenykedett. Nagyon szigorú ember volt, mindenki tudta róla, de ugyanakkor a tisztességéhez, a moralitásához nem férhetett kétség. Sőt, a zengővárkony nagyon nagy szeretetéhez sem. Mindenki tudta róla. Azt hiszem, hogy azok a fák, amiket majdnem 100 évvel ezelőtt nemesített, még most is virágot teremnek és gyümölcsöt hoznak. Az a helyzet, hogy ez nem csak valóságban, hanem képletesen is így van. Ez a mai ifjúság, úgy látom, mai ifjúságnak úgy látom, nagyon fontos az öröksége, és mindaz, amit ez folytatni szeretne. Nem tudom, hogy honnan tudják, vagy gondolják, hogy az édesapám annak idején a munkafüzeteinek az elejére azt írta, ezt az idézetet, hogy a szó csak hangzik, de a példa mennydörög.
én egyre inkább távolból, Pécsről és Zengővárkonyból erősödő mendörgést hallok. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és nézzétek örömmel a kiállítást, és még egyszer köszönöm mindent. Viszontlátásra. Köszönjük szépen a köszöntő szavakat, és szeretném megkérni dr. Hargitay János képviselő urat, Ácsi dr. Császár Piroskát és Fülöp Csaba polgármester, hogy leplezzék le a táblát, és ezzel adjanak nevet az épületünknek. És egyszer, mint nem csak a Császár János Közösségi Ház táblát, Zengővárkony táblát leplezték le ezzel, hanem alatta a támogatóink tábláját is, hiszen igen, nagyon fontos számunkra a hagyomány ápolása, de pénz nélkül sajnos ez az épület nem újulhatott volna föl, még úgyse, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk a saját kezünkkel rajta. Úgyhogy nagyon sok pályázatnak és nagyon sok kormányzati támogatásnak és Európai Uniós támogatásnak köszönhető az, hogy ez a ház ma itt lehet és ilyen állapotban lehet. Úgyhogy ezúton is mindezt nagyon köszönjük, és ezt ez a tábla is hirdetni fogja innentől. És most pedig még szeretném felkérni dr. Hargitay János képviselő urat, hogy ő is mondjon egy pár köszöntő szót. Tisztelt polgármester úr, kedves Piroska néni, zengővárkonyiak, környékbeliek, köszöntöm én is önöket, és megtisztelő számomra, hogy önökkel együtt örülhetek ennek a közösségi háznak az avatásán. Mi, akik faluhelyen élünk, az utóbbi időkig én is ott éltem, egy ideje vagyok csak városlakó, tudjuk nagyon jól, hogy milyen fontos egy kis közösség életében a közösségi ház. Hívtuk ezt művelődési háznak, kultúrháznak, kultúrfereinek és bárminek, de a legtöbb településünkön a régi világban is volt egy olyan tér, ahol a közös ünnepeinket megélhettük. Az ünnepeinket és sokszor a bánatainkat. Tehát egy ilyen közösségi ház a kicsi települések világában természetes, hogy van, és természetes, hogy lennie is kell. Azért a Magyar Falu programot, amikor megalakítottuk, emlékeztetem önöket arra, hogy nem Budapesten találták ki egyesek, hogy milyen fejlesztések kellenek egy-egy közösségnek, hanem a polgármesterekre, a képviselők hangjára figyeltünk, és az egész programot úgy alakítottuk, hogy olyan célokat igyekeztünk támogatni, amikre helyben igény van. Most, ha visszagondolok az elmúlt évek során polgármester úrral való közös munkánkra, akkor azt jól tudom, hogy ez egy olyan település, ahol mindig mindenre meg az ellenkezőjére is pályáztak. Tehát itt helyben van ambíció. Ez lehet, hogy egyébként abból adódik, András Falvi professzor úr gondolatai, hogy én is kapcsolódom, hogy ez a település, ez a falu egy kicsit más, mint az összes többi településem. Ennek van egy kulturális hangulata, egy kulturális atmoszféria, egy nagyváros mellett lévő kis település, úgy, ahogy ott Budapesten is vannak Szentendrénk. Igaza lehet a professzor úrnak, amikor azt mondta, hogy körülbelül ezt a szerepet tölti be ez a kis település. Én hozzáteszem, Pécsvárad is egy kicsit ilyen a történelmi hangulatával, amit ott fönn Szentendre, azt Pécs mellett, Zengővárkor is Pécsvárad tölti be. Az ilyen településeken az átlagosnál is nagyobb az ambíció. Van összefogás, emlékszem arra, hogy itt civil szervezetektől kezdve egyházi szereplőkön át a polgármester úron keresztül mindenki minden lehetőséget megragadott arra, hogy pályázzanak, és ezeket a pályázatokat sikerre is vigyék. Erre is emlékszem, amikor először beszéltünk ennek a felújításáról, és az ember hirtelen arra gondolt, na jó, hát a Magyar Falu majd kínál erre is forrásokat. Ez a tábla arról árulkodik, hogy ez a közösség mennyire leleményes volt, és ahhoz, hogy ezt a beruházást összehozza, nem csak a Magyar Falura épített, hanem bármilyen kormányzati támogatást igyekezett megszerezni, és a végeredményén azt gondolom, hogy az önmagáért beszél.
Ez a környezet, ami itt van. Tudom, hogy nem sokára ide jövök egy másik beruházást alatt. Ide emlékszem arra, hogy közutat avattunk itt közösen a polgármester úrral. Szóval a helyi ambícióknak eredménye van. A magyar faluban nagyon sokáig nagyon sok forrás volt, most ebben a beteg időszakban, amit az ország egy kicsit él, a háború árnyékában, korábban a Covid árnyékában, ezek a fejlesztési források, amivel a vidéket fejlesztettük, ezek valamelyest megkoptak, kevésbé állnak rendelkezésre a költségvetésben. Az idei évben már egy olyan költségvetési évvel kalkulálunk, ahol újra lesz növekedés, 2,5, talán 3%-nyi növekedés is lesz, és azt reméljük, hogy ezt a növekedést megint tartósá tudjuk tenni, mert ezekből a növekedésekből, ezekből a növekedési tövetekből tudjuk megteremteni azokat a forrásokat, amivel a vidéket, a falvainkat fogjuk a jövőben is fejleszteni. Polgármester úrnak így a ciklus vége felé gratulálok, ahhoz a nagyon eredményes és lendületes munkához, amit itt megvalósított ezen a településen. A megvalósult fejlesztés, ezek azok önmagukért beszélnek. Én a jövőben is azon leszek, hogy segítsem ennek a településnek mindenféle törekvését. Köszönöm, hogy örökkel együtt ünnepelhetek itt ma. Oldala mellett a bort hörpölte haranglár, a fondor lelkületű egyházfi, és mikor a bagarja uram e kérdést terjesztette elébe, hogy hátfeje nagykum, ahol lett? Ott van, ahol van. Ha nem itten nincs, ma alig lesz. És valami egy több érdemteljes egyén a vendégek koszorújában, s a hagyománynak hinni lehet, ekkor nem más lépett be, mint vitéz Csepi Parkó, a tiszteletes kétmely csipajának jókedvű abrakolója. Nyomában pedig jöttek a hangász kartagjai, hárman. Úgy, mi látszak? A kancsol trombitás, a sánta fürtös, meg a kopaszdobos. Vitéz Csepi Parkó, a tiszteletes kétmely csipajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékeszólásának. Bort! Hölfogta azonnal a szemérmetes Erzsó, de magas szónokat magas erejét, eszközmény annak teljesülését nem gondolva haladván. Mindenutána Vitéz Csepi Parkó az óra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mértékletesen egyet pörtinta belőle, körülbelül annyit, hogy 5-6-7 lehetett jöntet a húgó, annak utána fölnéze a kocsma zenészeire, és íjszavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét. Húzd rá, Pityó, a fűzfel Pityódat is, annak, aki meg áll! Események gazdagítják a világ történeteit a kocsmaterek közepén, szélről a béke barátja bagarja, a harangláb, a fondról elkölti egyházfi ültenek és ittanak egyre. A helybéri látszívű kántor még mindig pislogott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira, ett a felután. Harcolat a lelki kusájának volt tükrözője. Látszik rajta, hogy valamit nagyon akar mondani, illetve nem akar, illetve hogy merne valamit, ha merne. Mikor a meglátta haranglába fondról elkövető egyházfi, hogy a látszívű kántor se széne, se szalma, hozzááll a hajó, és így szókat látta helyesnek intézni a késledezőhöz bátorításnak utáról. Ó, kántor uram, hát elmegy a vak, megjön az éj, minden ügyesen szőtt tervünk meg gyümölcse beéri. Gondolja meg azt komolyan, és ne csak úgy át a hotába. Az ilyen pillanat ritkán adatik meg. Fúkaran kell bánni vele. Gyerünk, kántor uram, előre! Most vagy soha! Miért enged helyet kebelében a félelem érzekének? Hiszen részt vett a győri csatában. Ekképpen szól a haranglába fondul lelkületű egyházfi. A helybéli látszívű kántor egyebet se válaszolta, csak ami itt követ. Ó, te tudója szívezni kának!
igaz egy betűig, amit mondasz, igaz, mint a Szentírás. De hidd el, épp úgy van okom titkolni szerelmemet, mint végre szint valami. Mi van, ha az emberek észreveszik? A szemérmetes elzsúk, pofon vár. Hát feleségem, az Amazon természetű Márta. Én fogadom talán. De bátorság, aki mert, az nyer. Mondhat meg nekem, haragnám. Úgy van-e, vagy sem? Úgy van, kántor uram. No, ha úgy van, hát belevárni. És ezzel a helybéli látszívi kántor fölemelte, és letette a kancsót, csak hogy mikor a fölemelte csörgítik valahoz, mint a letevé üres volt. Annak utána a látszívi kántor egyet rántott vajbi a szélén, és kétségbe esett elszántsága, mint aki hidegfürdőt életében először használ, oda rontott a szemérmetes Erzsókhoz. Kedves nézőink, Önök a Városi Tévé áprilisi műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Városi Tévét legközelebb április 15-én láthatnak, amikor élőben közvetítünk az önkormányzat soron következő üléséről. Következő adásaink időpontjairól a Képújság oldalain tájékozódhatnak. Én most búcsúzom, az est hátra lévő részére jó pihenést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!